7 győzelem, 3 döntetlen és 4 vereség. Ezzel a mutatóval rendelkezik, 14 fordulót követően a Tomislav Szívics irányította Adorjáni Tisza labdarúgó csapata a szerb harmadosztályban. A szakember szerint, amikor júliusban megérkezett, egyből látta, hogy komoly munka vár rájuk, ha jó eredményeket akarnak elérni. Akkor, mikor idejöttem, hát az nem volt valami fényes, és akkor egy kicsit megijedtem is, mert bajnokság előtt volt az egész, és akkor láttam, hogy van két megoldásom, hogy neki menni a munkára keményen, és akkor az első 5-6 meccset áldozni, hogy utána legyen az eredmény, vagy állandóan frissíteni. Én választottam azt az elsőt, hogy neki megyek a munkára. Ami most kaptunk a bizonyíték, mert utolsó 5 meccsből 4-et nyertünk. Szívics hozzátette, hogy továbbra is figyelemmel kíséri a magyar labdarúgást, klubszinten és a válogatott teljesítményét is. Amióta megérkezett Vajdaságba, már komolyabb ajánlatokat is kapott, igaz, nem Magyarországról. Magyarországról nem érkezett semmi, de másik országba érkezett komoly ajánlat, ami majd meglátjuk, mi lesz, mert először itt kell megtisztelni a tulajdonos úram, aki megtisztelt engemet annó, szóval most vissza kell adni neki az eredményekkel, hogy ő is boldog legyen, ami most van, és hogy csapat rendben van, és hogy csapat tud működni nélkülem is. A tabellán 5. Adorjáni Tisza a következő fordulóban rangadót játszik hazai pályán a Torontál-szigeti Bórac ellen, amely jelenleg 3. helyen áll a Vajdasági Liga északi csoportjában.